Jó estét mindenkinek, sziasztok! Tovább pörög a baseball szezon, hiszen a baseball mérkőzések közül ma már egyet láthattatok a sporttelevízióban, éjszaka pedig az NBA play-in tornával folytatjuk majd a mindent eldöntő keleti mérkőzéssel, úgyhogy óriási izgalmak várnak majd ránk, hajnali 2-től Kornéllal közvetítjük majd a Washington Wizards és az Indiana Pacers mérkőzését. Overtime Ricsi nem lesz most itt ma este, és nem is voltak hosszabbítások azokra a meccseken sem, amiket ő közvetített, úgyhogy hiba lehet a rendszerben. Ma viszont beszélünk sok mindenről, Rodgersről, akinek tovább tart a káváriája, egy arcbadobásról 160 km/h egy baseball pályán, valamint beszélünk hisztis sztárokról, meg persze az NBA play-in eddig lejátszott összes mérkőzéséről, majd megkérdezzük természetesen Kornélt, és megbeszéljük, hogy most már így a play-in vége felé kijelenthetjük-e, hogy bejött ez a rendszer, vagy sem. Szevasztok! Hello. Sankó bejött ma az épületbe, és azt mondta, Csabi, én semmiről nem akarok beszélni, csak az NBA. És így hallgatni akarom, mert szerintem bejött. De hogy hallgat. Én nagyon régen nem ültem le NBA meccs elé, elnézést kérek ezért, de tényleg engem valahogy mindig a rájátszás van. Tehát én laikusként engem igazából az alapszakasz nem fog meg, de a rájátszásnál azért azt gondolom. És ez a forma, hogy itt milyen, hát szerintem azt gondolom, hogy a Lakers meccs az maga volt a tökélyre, hogy ezért érdemes. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jót tett az NBA-nek. De hát majd ti elmondjátok, hogy szerintetek igen vagy nem. Bevált? Jelenthető már most, hogy bevált? Én azt gondolom, igen. Azt gondolom, szerintem ez egy nagyon jó húzás volt. Egyre többen mondják, hogy marad velünk ez az NBA play-in, szokjunk hozzá. Én itt arra leszek kíváncsi, hogy visszatér a teljes program, 82 mérkőzés, hogy akkor hogy lesz. Mert akkor a mérkőzések szám ugye az a 10-zel megnő, és ezt hogy tudják majd beilleszteni a naptárba. Na, az NBA play-inről, a mérkőzésekről, nagy dobásokról rengeteget fogunk még beszélni a műsor vége felé. Előtte viszont megnézzük, hogy hol van stábunk harmadik tagja, Bill, mert hogy ő felmentést kért a mai napra, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy erre vajon nyomós oka van, vagy csak lógni akart Kandja Balázs, de természetesen abban bízunk, hogy azért Billnek nyomós oka van erre, és nézzétek meg! Én először, mikor ezt a képet megnéztem, azt hittem, hogy a Budin ül, de nem. Ő mesél. Ő mesél, igen, otthon van, és apai kötelek. Látod, hogy baseball zoknia van? De igen, az a csík nem... az ott szépen, az helyettesítette az oknitartót, és akkor úgy csináltak ilyen zoknikat, hogy már nem kellett külön az oknitartót venni, csak behúzták a csíkot. Frankon. Sok mindent tudok bírni, de azt nem, hogy ennyire fázós. Erre nem. Egy ideig felhúzott erre volna? Nem volt szó. Rövid a drága, ne haragudjál. Így van. Még a papucs hiányzik a képről, úgyhogy Bill felmentést kap a mai napra. Ti nem kaptok felmentést az alól, hogy válaszoljatok viszont a nap kérdésére. Több témánkhoz is kapcsolódik a mai kérdésünk. Ki a legnagyobb hisztigép szerintetek? Lehet sportoló, nem feltétlenül kell, hogy az legyen, de azért, hogy a trestókos ajándékcsomagot szeretnétek nyerni, arról gondoskodjatok, hogy mi ismerjük azért az illetőt, úgyhogy ennyi tippet tudok adni azzal kapcsolatban, hogy milyen ajándékcsomagot. Mivel lehet ajándékcsomagot nyerni? Sankó, ki a legnagyobb hisztigép most? MLB-ben, NFL-ben, akárhol? Hát... Nehezett kérdezni. Rodgers pályázik a címre, vagy nem? Ő benne van a top 10-be szerintem, de hogy ez milyen hiszti, az egy más kérdés. Tehát, hogy ez ilyen a szokásos Packers off-seasonben valamit tenni kéne, nem elég jó a csapat, és majd, hát azt hiszem, Favre-nál ezt megszokhattuk, hogy ott mindig van hiszti, akkor nevezzük így. Én azt gondolom, hogy nálam az NFL-ben abszolút. MLB-ben, hát... Szerintem ott a liga, hogy mi mindig nem tudják, hogy most a rájátszás az 16 csapatos vagy 10 csapatos lesz, és azért szerintem így az egynegyedénél a szezonnak már jól lenne eldönteni tényleg, de legkésőbb legalább az All-Star Game-ig, hogy mondják már meg. Hát én pont ezt kérdeztem tőletek, hogy volt már olyan NBA szezon, hogy az elején nem tudták, hogy milyen rendszer lesz a playoffnak a lebonyolítása? Szerintem nem volt még. Ez a fura, hogy most a play-innel kapcsolatban is azt veszi mindenki elő, hogy lehet itt sírni, de ezt mindenki megszavazta a szezon előtt, hogy legyen. Még nehézem ezt elképzelni az NBA-be. Amikor a szezon elején, a edzőtábor elején te megkapod az kis üzetkétbe az egész programot előre, még a busz is, hogy a 82. mérkőzésen hány órakor és hány perckor fog indulni, tehát elég nehéz lenne. Nagyon kemény. Nem láttam még. Az NBA hisztikről még fogunk beszélni, ennek egy külön részt szánunk majd, viszont Aaron Rodgersről egy picit bővebben érdemes beszélgetnünk, hiszen már itt a Trash Talkban is harmadszor kerül az elő, hogy ő bizony távozni szeretne a Green Bay Packers együttesétől, és most már a csapat tárgyal is arról, hogy mi történne, hogyha Aaron Rodgers mégiscsak áruba kellene bocsájtani, és arról érdemes szerintem beszélni ennek a témának a kapcsán ma, hogy az egyik azok a szurkolók,
akik most már úgy kezdik elveszíteni a türelmüket. Az amerikai léptékkel azért egy faluról, egy 100 000 fős faluról beszélgetünk, és akármennyire szeretik Rodgerst, és akármennyire tisztelik, azért egyre több türelmetlen cikket lehet azzal kapcsolatban hallgatni, hogy mit akar Aaron Rodgers. Mondja legalább meg, hogy mit szeretne. És pont ez a baj, hogy arról is beszéltünk pont a szünetben, hogy egyetlen egy ember kussol ebbe az egész sztoriba, és az Aaron Rodgers. Tehát az, akinek van egy 4 éves 134 millió dolláros szerződés, és mert 2024-ben lejár, én mondjuk ellennék vele. Tehát a hotdog is mindig drága, meg a biztosítás az autónak, én értem, mindent megértek, de most éppen Hawaiion lődörög az asszonnyal. Tehát nekem ezzel semmi bajom nincsen, de az, hogy a szurkolókba tovább gerjeszti azt a dühöt, ami irányában van, akkor is, hogyha MVP lett tavaly, akkor is, hogyha egy szenzációs játékosról van szó, de a franchise-nak az arcáról, de így szerintem nem illene viselkedni, hanem akkor azt mondani, hogy oké, beleáll, odállok a kamerát, és azt mondom, hogy gyerekek, én felállok és szeretnék menni. Volt egy hasonló eset Milwaukee-ban nem is rég, amelyik alakulhatott volna így, bár nyilván Giannis kötődése a Bucks-hoz az nem olyan, mint Aaron Rodgers-i a Packers-éhez, de ott az történt, amennyire tudjuk a sztorit, aztán bólogass, ha megmered erősíteni, hogy azért őt belevonták abba, hogy kikkel kellene megerősíteni ezt a csapatot, hogy mi bajnok esélyesek legyünk, és született egy megállapodás a két fél között, vagy egy közös gondolkodás legalábbis volt. Ez ma egy tulajdonos egyetlen esélye, amikor meg akarja tartani a sztárját? Mennyire kell most másképp kezelni egy ilyen helyzetet, mint 5-10 évvel ezelőtt? Én azt gondolom, máshogy kell kezelni, hiszen annyit változnak a ligák, és annyit változnak a dolgok, hogy körülöttünk, hogy ez muszáj alkalmazkodni, és aki nem alkalmazkodik, az lemarad. Most ez, hogy mennyi, az annyi, ez mindig nagy kérdés. Nekem egyébként a Aaron Rodgers-szel kapcsolatban az volt a legmeglepőbb, visszakanyodva a tavalyi szezonhoz, amikor a Buccaneers a Tampával játszottak, hogy aznál bizonyos utolsó dolognál ő nem szólt semmit. Igen. Tehát nekem ott minden másnál többet mondott ez, hogy ő nem állt oda, hogy te nem ment oda az edzőhöz, és mondta azt, hogy te figyeljetek ide, ez most nem beszél kell játszani. Tehát itt már valami gáz van, az, hogy mennyit engednek neki egy ilyen kaliberű játékosnak, én azt gondolom, természetesnek kellene lenni az, hogy tudatják mindenről, hogy merre halad ez a csapat. Annyi van, árnyolnám a dolgot, hogy szerintem az NFL még nem tartott, ahol az NBA. Kevesebb az a játékos, akit lehet nevezni egy mérkőzésre, kisebb az a játékos tömeg, aki egyáltalán a csapat környékén van, de amikor egy ilyen 90 fős roster, ugye lemennek a bajnokság kezdetéig 52-re, akkor szerintem ezt nem igazán tudod megtenni, hogy te most egyesül ráböksz játékoskor, és azt mondod, én most vele szeretnék játszani. Mert akkor neki is fejbe, legalábbis matekba ott kell lennie, amikor kiszámolt, hogy mennyi a fizetési sapka, és hogy férnek be a szerződések, és kit lehet még elhozni, és hogy teljesen más a szitu szerintem így az NFL-be, és szerintem ott még mindig az van, hogy a vezetőedző meg a general manager diktál. És ott az van, hogy ha tetszik, nem tetszik, akkor el lehet menni. Tehát én még mindig ezt érzem inkább az NFL-ben. Lehet, hogy humánusabb lenne, de egy 52 fős rosternél, hogy ilyen szinten kell beleférni a fizetés sapkába, meg egy 10, vagy nem tudom hányos a keret, 20-as? Most 17. 17-17-es keretnél, azért ott egy picit talán könnyebben lehet. De lehet, hogy nincs igazam. Csak azt gondolom, hogy a számok ilyen komakas dolgok. Ön érdekes volt, Amerikában egy vita erről a Rodgers ügy kapcsán kezdtek el vitatkozni egy volt játékos és egy újságíró egymással, és nagyon hamar oda fordult ez a vita, hogy már rég nem Rodgersről beszéltek, hanem arról, hogy ezek az NFL irányítók mekkora dívák, és hogy nyilván egy védő volt a vendég, és hogy különben is, és hogy ez már milyen régóta így van, hogy ez egy külön kaszt, és hogy őket mindig babusgatni kell, és ebben a médiának is mekkora felelőssége van, hogy ezek azt hiszik, hogy bármit megtehetnek. Igen, nagy divák, úgy egy irányító minden csapatban, máshova parkol, ő beszélget legtöbbet a góréval, ez mindenhol így van? Igen. Tehát, hogy mint a draftnál tudom azt mondani, hogy neked bele kell szerelmesedni egy játékosba, hogy az első körbe irányítót húz, mert ő lesz a franchise arca. Lehetnád a világ legjobb védője is, mindig inkább első számú franchise arc az irányító lesz. Ha megnézzük a Bears-nél, ugyanezt történt. Volt valaha jó irányítónk? Persze, statisztikák alapján igen. Egyébként mindig a defense-ről beszélünk. Tehát, hogy nagyon nehéz, de mindig. Tehát
a QB poszt szerintem az NFL-ben pontosan az, amit nem tudsz más sportokkal összehasonlítani, mert ez unik. Tehát nincs más a csapaton belül, a csapaton kívül, amikor oda kell menni nyilatkozni, abszolút kívül. Én azt gondolom, hogy különbséget kell tenni irányító és irányító között. Tehát ez a teljes egyetértelmű, amit te mondasz, hogy az egy külön kaszt, ugyanúgy, mint a wide receiverek is egy külön kaszt, a védekező falemberek külön kaszt. Ez minden csapatnál megvan, de én azt hiszem, hogy van irányító és irányító között különbség. Persze. És hogyha van egy olyan korszakos játékos, egy korszakos zseni, mint Aaron Rodgers, én azt gondolom, hogy neki, tehát ő nem minden drafton jön egy ilyen játékos. Tehát én annyira tartom őt, hogy kb. 100 évente egyszer születik egy ilyen játékos, és ennek például Mahomes a Chiefnél. Tehát ő lehet díva. Ő abszolút. Tehát innentől kezdve neki mindent. Akkor egyetértenék veled, hogyha a gyűrűk alá támasztanák, meg hogy a csapatnak a sikere. Hogyha most, és nem akarok megint Tom Brady-zni, de mindig előjön a neve, de hogyha egy Tom Brady képes arra, hogy lemondjon a fizetéséből, átstruktúrálják, és még játékoskat tud oda csábítani, és megnyerik a Super Bowl-t. Nekem, én azt gondolom, hogy ha valaki megengedheti magának, és az emlékezzük, hogy Tomnak is volt a meccs, hogy oda ment high-five-ozni, és senki nem pacsizott vele. Se a bíró. És a bíró se. De érted, tehát, hogy az, de ugyanakkor az ő feje meg már azon gondolkodik, hogy akkor hogyan oldja meg a következő lépést. Megvan, menjünk tovább, csináljuk, amíg benne van. De Rodgersnél nem látom ezt. Nem látom azt, hogy ő lemondan a fizetésébe azért, hogy tudjanak hozni játékosokat. Én azt hiszem, hogy minden játékosnak van egy természetes érési folyamata, amit nem szabad megelőzni. Tehát el kell jutni egy játékosnak arra a szintre, és el is jutnak általában ezek a játékosok arra a szintre, amikor már általában a második szerződésük után, nem az újon szerződésük, de a második szerződések után, hogy onnantól kezdve már nem igazán azt számít, hogy ő ki mennyit keres, hanem inkább azt számít, főleg egy olyan státuszú játékosnál, mint a Rodgers, hogy ha visszavonul, akkor hogy hány gyűrűje van, hányszor nyert. Én szerintem ennek ez a helyes. Akkor Rodgers egy későn érő típusnak tűnik. Nem tudom, tehát annyi nem látok bele, hogy a körülményekbe. Itt szerintem az is közrejátszik, hogy a Green Bay-nek a tulajdonosi szerkezet egy teljesen más, mint a többi csapatnál. Tehát ott nem egy tulajdonos vagy tulajdonosok vannak, hanem mindenki tulajdonos, és ez egy különleges helyzet. De az, hogy ő nem sportszakmai szempontból kerül a tévéképernyőre, hanem egy vetélkedő műsornak a házigazdájaként, az is sok mindent elmond róla. Tehát, mert mondhatom azt, hogy nekem elegem van a fociból, én nem akarok többet fölmenni. De akkor ne kezdjék el hírba hozni a Denverrel. Tehát ezt is tökre megértem, csak akkor, ha valaki mond át, akkor mondjon B-t is. Tehát. Arra kíváncsi vagyok azért, hogy pletykák arról előkerültek már, hogyha esetleg elcserélnék Rodgerst, akkor mit kellene érte adni, illetve mit lehetne érte kapni? Mutatom. Meg kell tolni a gatyádat. Szerencsére mi nem azt mutatjuk, hanem ezt, hogy mit kapna a Broncos, kapna Aaron Rodgers és egy 2022-es negyedik köröset, és a Packers kapna egy irányítót, egy defensive endet, egy guardot, egy 22-es első, egy 22-es második kört, és egy 23-as, 24-es első kört. Sankó, erre mit mondasz, ez létrejöhet, vagy nem? Láttunk már hasonlót. Ha ennyire hisznek egy játékosban, akkor ha valaki képes ezt megcsinálni, akkor a Broncos lehet, hogy képes ezt megcsinálni. Csak fel kell lapozni, hogy volt pár éve. Nézzük. Most a Manning sztorival kapcsolatban meg az a különbség szerintem, hogy a Manningről lemondtak. Tehát ha már nagyon bronkozozni akarunk, akkor neki a nyaksérülése miatt ő nem volt biztos, hogy játszani fog. És azt mondták neki, hogy figyelj, az van Peyton, hogy nagyon szeretünk, de nem veled tervezzük a jövőt. Oké, én viszont szeretnék még játszani, akkor légy, keresetek nekem csapatot. Ez egy teljesen más aspektus a dolognak, és azzal, hogy ő láttuk, hogy nem az utolsó szezonjában nem a legjobb számokat hozta, de azért csak sikerült behúzni egy Super Bowl-t, és ott ő felrakta az íra a pontot. Nem játszott jól, nagyon rövid passzokat adott, talán nem is volt 15 yardnál hosszabb passza a Super Bowl-on, de az egy más történet volt. Rodgers meg a toppon van, tehát ő... Aki tavaly MVP tudott lenni, még akkor is, hogyha mindig csak a főcsoport döntőig menetel a Green Bay, és talán egy kicsit így meghalnak, mondjuk ezt berszurkolni nem annyira dráma, nem is jutunk el odáig, de ez egy más kérdés. Szóval nem értem a csávót, és ennyi az egésznek a vége, hogy nem értem. Tudod, mint nem értenek még? Miért van ennyi no-hitter a baseball szezonban? Egy picit baseballozni fogunk most, mert nagyon-nagyon izgalmas baseball témáink vannak. Sanyi, nyissuk fel a baseball lexikont. Mi a no-hitter? Az, amikor nincs érvényes ütés. Tehát, hogy kijutnak a bázisra ugyan sétából, vagy azért, mert megdobják a játékot, akkor ilyenkor automatikusan kaphat egy bázist, de érvényes ütést nem kap a dobó 9 inning alatt. Ugye ez az alaptörténet. És az, hogy 1884 óta
Most fordul először az, hogy 6 no-hitter van, ráadásul 2 hónap alatt. Ez azt jelenti legalábbis, hogy ha nem is ilyen számok szerint, de azért meg fog dőlni ez a rekord. Tehát, hogy... Mi a magyarázat erre? Már nagyon sokkal korábban, talán a tavalyi év végén is elkezdtek arról cikkezni, hogy rengeteg nagyon-nagyon jó tudású dobó került a ligába, nagyon jó dobórotációkkal, kevésbé sérülnek meg, a fastballok gyorsasága lelassult, viszont a pontosság meg nőtt. Tehát már nagyon kevesen vannak, akik 100 mérföld fölött dobnak. Degromnak például ugye volt egy sérülés és emiatt, hogy folyamatosan 100 mérföld körül labdákra dobott, és inkább visszavesznek, de a pontosság rovására, vagy nem rovására, annak az előnyére megy az egész, és egyszerűen olyan íveket írnak le labdák. A fastball nagyon gyors, értem, de a csavart labdáknál íveket ír le a labda, meg nem tudják kitalálni. Nagyon sokszor számít az a baseball, hogy ki tudja találni, hogy mi lesz a következő dobás. Teljesen máshogy kell időzíteni egy fastballra, vagy teljesen máshogy kell időzíteni egy csavart labdára. Tehát így teljesen más az ütem az ütésnek. A catcherök nagyon felkészültek, rettentesen jó védekeznek. Ugye ez nem csak arról szól, hogy te 27 strikeoutot dobsz egy mérkőzésen, mert akkor a complete game lenne, hanem arról szól, hogy a védekezésben extrát nyújt a csapat. Tehát te dobsz, ütnek a játékosok ugyan, de a védekezésben mindent elkapnak, vagy ha rollingok jönnek, akkor felszték és hamarabb dobják az 1-es, 2-es, 3-as, stb. Haza. Szóval ez egy nagyon komplex dolog. A védekezés a savaborsa az egésznek, azon, hogy folyamatosan fejlődik, de az, hogy a dobóknak ilyen segítséget nyújt a csapat, én ebben látom a fejlődést, hogy pár év alatt azért olyan szintre ment, hogy olyan labdákat kapnak el, hogyha szokták nézni az összevágásokat, a legjobb a napokra, tehát napi összefoglalók, heti összefoglalókban félelmetes, hogy milyen atletikus képesség és honnan dobják, és szinte térdelésből dobnak 27-30 méterről tűpontosan. Akkor magyarul a 2000-es években a leginkább fejlődő pozíció az a dobóé a baseballban, hogy nála van a labda. És a védekezés. Tehát, és amiben egy picit talán le vannak maradva a csapatok, az meg pont az ütés, tehát maga a támadás, amikor pontokat lehet szerezni, hogy itt a sebesség nőtt meg, tehát amit érdemes erről beszélni, hogy maga az ütőmozgásnak a sebesség az olyan felgyorsul, de pontatlanok, tehát nem találják el tisztán az ütő végével a labdát, tehát hiába ütöd meg gyorsan, ha nem találd el tisztán, akkor nem repül el messze. Kornél, nekem mi lenne a pozíciót baseballban? Mit vállalna? Dobó lennék, természetesen. Hát mert hosszú karja. Jó lenki dobó. Persze. Először erőkar, fontos nyomatékért. Még az is lehet, hogy még lesz lehetőségünk majd kipróbálni. Hát vagy a first base, nem? Tehát ott van mindent elkap, nem? A karomat kinyújtom, de ugrálni az nem fogok. Oké, egy kis szünetet tartunk. Arról, hogy milyen pontos egy labda baseballban, arról már beszéltünk. A szünet után arról is beszélünk, hogy mi van, ha nagyon erős és rossz helyre megy. Kis szünet és aztán folytatjuk. Szerződést. Óriás. Tiborról beszélgetnek még Sankóék, de erről most nem fogjuk folytatni a diskurzust, hanem száguldó labdákról, baseball labdákról fogunk beszélgetni, ahogy azt az elmúlt hetekben is nagyon-nagyon sokszor megtettük, mert hogy van ennek egy újabb áldozata, a Mets outfielderét dobták arcba, Kevin Pillart a Braves elleni mérkőzésen, a labda 100 mérföld per órával, vagyis 160 km per órával száguldott. Hát itt láthatjuk az esetet, és én nem értem, hogy tudott felkelni, mert mindenki nyugodjon meg, annak ellenére, hogy nincs jól, és látszik, hogy folyik a vér, de felkelt egy perccel később körülbelül. Persze, és aztán utána látod a dobót, aki teljesen sokkot kap, hogy mit csinált, és természetesen utána jött az edző, kivette a mérkőzésből, lecserélték, és aztán a saját edzője magyarázott neki. Mit magyarázott neki szerint? Hogy ez bárki előfordulhat. Én értem, hogy neki az a dolga, hogy abba a strike zonába kell dobni, de az, hogy egy picit megcsúszik a labda, egy picit máshogy lépsz ki, máshogy engedel a labdát, nincs olyan dobó, akivel ne fordult volna elő, hogy ledobja a másikat. Az, hogy így tálod el fejbe, ő se oda akarta dobni. Szándékosságról szerintem teljesen felesleges beszélni, ilyen sérülést soha senki nem akar okozni a másiknak. Még akkor is, hogyha nem tudom, mit csinált valakinek a feleségével. De a legnagyobb baj az, hogy valószínűleg a dobó ezután lehet, hogy csak 2 hónap múlva fog dobni, mert nem tudja feldolgozni a dolgot. Tehát látszott rajta, hogy persze profik igen, és vissza kell ülni a biciklire, ha leesel róla, meg autóbaleset után, és kutyaharapás szőrivel, de itt megvolt az a sokkos állapot, hogy nem vagyok benne biztos, hogy inkább lassabban fog dobni, pontosabban fog dobni, akkor meg jobban el fogják ütni, tehát lehet, hogy ez akár a karrierébe is kerül. Nem ilyenkor szokott az történni, hogy berohan mindenki, és megpróbál agyonverni a dobót?
Ha úgy érzed, hogy van szándékosság, igen, meg előtörténete, akkor ilyenkor igen. Szokott, hogy ilyenkor mindenki lesokkolódott. Ő nem tud volna megindulni szerencsétlen, mióta állt el, de hogyha máshol találja el, akkor valószínűleg ugrik. Ugye teljes sok, tehát mindenki. Az, tehát mi azt közvetettük a legnagyobb sokban az a dobó volt? Abszolút, tehát közvetettük a meccset a Zolival, és mindenki csöndben volt az egész stadionban. Egy pisztenés, nem mindenki fogta a fejét, nézték, hogy úristen, mi történik. Mind a két dága volt, tényleg csak annyi volt, hogy... És amikor látod a dobót, hogy úristen, mit csináltam. Tudod, az amikor ilyen felismerés, hogy nem szándékos, de nem tud mit csinálni, megtörtént. Ki lennétek legkevésbé ebben a történetben? Hát akit eltaláltak, hát ez nem kérdés. Nincs jó válasz erre. Tehát akit eltaláltak. Hát most a dobó, ahogy a Sanyi mondja, a dobó mentalitása az, hogy megpróbál betalálni abba a képzetbeli téglalabba, és dob, és kicsúszik, kicsúszik. De hát ez olyan sérülést okozhat, ami maradandó is lehet. Hát, nincs baja egyébként pillanatnak, nem tudom, hogy nem lett semmi baja. Nem érzett, meg összevarták az órát, meg el van törve az orrcsontja, tehát ez egy normális sérülés, tehát hogy idézőjelbe, tehát hogy azért nem tudom, történtek már ennek a baseballba, meg máshol is történnek ilyen sportban is, meg sporton kívül is az utcán akár, de nem is az a lényeg, hanem hogy az a kérdés, hogy Pilar mikor fog először újra fölállni úgy, hogy nem remeg egy kicsit a lába. Tehát neki is ugyanúgy fontos az, hogy amikor majd engedik az orvosok, hogy beálljon, és ne az legyen, hogy... Mert ugye alacsonyabb ligákból, illetve a lányoknál, talán softballban hasonló rágyszerkezet van egyébként a sisaknak az elején, meg mint a hokiba, hogy ne tudjon ilyen sérüléseket megelőzően eltalálni a játékos. De hogy itt lesz-e ilyen, azt nem tartom. A baseballban is most már az utóbbi időben van, igen, meg van hosszabbítva. Tehát azért próbálják. Nem kötelező, őket. De igen, és rengeteg, látjátok, igen, hogy az oldal, ahonnan ütsz, a jobb vagy bal oldalról, tele vannak protektorok, tehát pontosan ezeknek a sérülésnek, de pont az arcodnál, és azért amikor 18,5 méter jönne feléd egy ilyen labda, akkor és te pont mondjuk éppen pislantasz lét, akkor már nem látod, hogy hova jön a labda. És akkor csak próbálsz reagálni. Nehéz, fáj. Önmagában elég rémisztő az, hogy 160 km/órával száguldó tárgyba néz bele valaki, de biztos, hogy van köztetek olyan, aki még nem fogott baseball labdát. Most ezt nem fogjátok megtenni, viszont mi itt leteszteltük az udvaron Sankó segítségével, hogy mekkora kárt tud okozni Sankó. Egy tiszta izomból eldobott baseball labda. Úgyhogy ezt majd mindjárt meg is nézhetjük. Ugye az ember megfog egy ilyen baseball labdát, az is nagyon kemény. Tehát találtunk egy feleslegesnek gondolt monitort. Tehát ez találta arcba az orránál Kevin Pillart egy ilyen labda. Sankó, téged mi volt a legkeményebb, amivel eltaláltak? Hoppá! Na nézd! Van itt más is. Kapi is megérkezett. Azért ővé volt a legfontosabb találat. Hát vannak ilyen született tehetségek, akik így kizúzzák egyből, tehát azért ezek ilyen 90 körüli, ami engem eltalál, de nem, tehát fáj, de nem fejben nem talált, de igazából meg ez a baseballhoz hozzátartozik, tehát mindenki, aki próbált már dobni, azt tudja, hogy pokolian nehéz pontosan dobni, ráta még csavargatni, nem tudom, 70 dobás után még nehezebb, koncentráció, fáradtság, stb. Tehát azon, hogy ez a játéknak a része. Aki föláll ütni, az pontosan tudja, hogy el lehet találni, mint a bunyóból, nem menj be, hogyha nem akarsz pofont kapni. Tehát, hogy ez hozzátartozik. Az, hogy ez ilyen sérülés... Okoztál sérülést vétlenül a pályán? Nem igazán, nem volt olyan. Olyan volt, hogy könyökkel eltaláltam valakit, de olyan, hogy le kell cserélni, hogy valami olyan nem fordult elő. Azért az jó, mert az ember az én nem tudom, és nem akarom rossz, nyilván, nem akarok arról beszélni, mert Pilárnak nyilván szörnyű rossz, mert csak az ő orrcsontja tört el, de hogy a dobó lelkét is majd hogy lehet meggyógyítani úgy, hogy újra odaálljon, az is egy elég kemény kérdés, és egy kemény időszak lesz. Egy kemény téma következik, szintén a baseballból, és egy nagyon-nagyon sokrétű téma, ez pedig a White Sox Twins mérkőzéshez kötődik, annak is a 9. inningjéhez, amikor 3-0-ás állásnál történik egy jelenet, amit majd mindjárt láthattok. Az, hogy valaki home run-t üt ilyen esetben, az nem mindig megszokott. Mi történik itt, Sankó? Jerminátor. A legjobb ütőátlaggal rendelkezik a ligába. Igazából az, hogy Castillo nem igazán találja a strike zónát, ő ráadásul nem dobó, hanem ő egy infield játékos, akit ilyenkor, amikor már nagyon vesztett helyzetben a csapat, akkor beállítanak. És ugye vannak iratlan szabályai a sportnak, és Tony La Russa pontosan ezt emelte ki, hogy 3-0-nál ne üss rá a labdára. Ha pedig ezt Mercedesnek hívják, akkor ő kibombázza. Már csak azért is, mert miért ne?
Mert bennem ez a kérdés, hogy akkor ne juss el 3-0-ig, akkor ne állítsál be infieldről játékost, akkor dobjon nekem rendes dobó. Miért ne lehetne ezt megcsinálni? Értem, hogy 16-4 most már, de akkor legyen vége hamarabb a meccsnek, akkor állíts oda valakit. Azt is értem, hogy ilyen szituáció nem kell lopni, mert nagyon vezet 10 pontnál többet. Tehát egy csomó olyan iratlan szabály van a baseballban, amire azt gondolom, hogy régebben sokkal komolyabban vették. De az, hogy egy ilyen szituációban ezek a játékosok a következő évi szerződésükért dolgoznak folyamatosan. Ahol a baseballban kőkeményen néznek minden statisztikát. És hogyha egy csapat megengedi magának azt, hogy leadja ezt a mérkőzést, akkor miért ne tehetné meg egy ütőjátékos azt, hogy én meg akkor kicsapom. Én tökre nem értek egyet Tony La Russának a kommentjével. Ugye ő azt mondta, hogy 3-0-nál nem ütünk rá labdára, és majd el fog vele beszélgetni arról, hogy ez mennyire nem volt szép dolog. A probléma, ugye kezdjük az alapesetnél, a probléma első körben az, hogy ilyen állásnál több mint 10 pontos különbségnél ilyet nem csinálsz. Nem csinálunk, igen, ez iratlan szabály. De azt mondják, hogy oké, de két hete a Dodgers előnye olvadt 13-0-ról 13-11-re, meg volt csapat, amelyik majdnem 0-8-ról fordított, tehát hogy hol lehet meghúzni ezt a határt, az egy alapvető kérdés. A nagyobb probléma a vezetőedző, aki ugye kiállt a mérkőzés után, és a következőt mondta, én nem tudom, hogy valaha olvastam ennyire kemény nyilatkozatot edzőtől a saját játékosáról, azt mondta Tony La Russa, hibázott, ennek következményei lesznek a családban, mint egy ilyen baby Al Capone, igen, és hogy amiket majd el kell tűrnie, mondod a saját játékosodra. Úgy, hogy a White Sox szerintem idén akár a World Series-be is tud jutni. Tehát nem csak az ő edzői pályafutása, hanem annyira jó játékos állomány, annyira jól játszanak, Mercedesnek nagyon sok minden köszönhető, a liga egyik legjobb ütőjátékosról van szó, akit, hogyha most ő azt mondja saját magától, hogy most két hétig nem lépsz pályára, akkor lehet, hogy az pont a nyert mérkőzésnek a száma meg fog mutatkozni. Tehát én abszolút nem értek ezzel egyet. Szerintem a baseball az egy olyan játék, hogyha egy ilyen helyzetbe kergetnek valakit, vagy ilyen helyzetbe kerül valaki, akkor ő ütni akart, látszik rajta. Tehát, hogy szerintem a baseball arról szól, hogy ott dobják, elütöm. És értem, 3-0-nál azért nem szoktak lengetni az emberek, hogy fárasszák a dobót, hogy hátra egy sétálva ki tud ütni az egyesre. De ha te vagy annyira tökös, és ekkora golyóid vannak, és odaállsz, és azt, hogy egy ilyen dobást, amit utoljára én középiskolából láttam, hogy az alatt, ami 60 mérfölddel érkezik felém, és abból kiütöm a stadionból 411 feet, vagy nem tudom mennyi volt, ne haragudj már. Hát hadd csapjon már ki. Én biztos, hogy nem ezt mondtam volna. Volt olyan, hogy edző kritizált téged, mint játékost a sajtóban, nyilvánosságban, vagy bármelyik csapattársadat, mert szerintem ennek igazából ez a drámája, hogy azért egy ilyen nyilatkozat az olyan károkat okoz edző és játékos, vagy edző és csapat között, ami nagyon nehezen orvosolható. Én azt gondolom, hogy attól is függ, hogy ki az edző. Tehát, hogy kitől hallod a kritikát. Tehát, hogyha olyan edzőtől hallod, akinek van respektje, és az... Neki van. Neki van, igen. Neki tehát, van. Akkor én azt gondolom, a játékos elfogadja, vagy megszokott dologgá válik egy idő után. Hogyha olyan edző mondja viszont, akinek kevésbé olyan a renoméja, vagy olyan a története, vagy a karrierje, ami, akkor abból probléma lehet biztos. Tehát egy 70 pluszos edző, az kritizálhat a sajtóban is téged, el kell, hogy fogadhatja. Mit tudom én? Nem, elfogadni nem kell, de el kell viselned. Igen, én is azt gondolom. Elfogadni nem kell, senki nem kell semmit elfogadnia, de elviselned, el kell, mert ő az edző. Ha nem akarsz ott játszani, akkor kérheted a cserét, azt elmehetsz. A profi világ ilyen. Az, hogy én nem dolgoznék egy 76 éves edzővel, az egy más kérdés. Az, hogy a White Sox ezt meghúzta, ezt akármekkora egyéniség Tony La Russa, tehát a edzőként is, játékosként is, de elmúlt az a kor. Tehát szerintem a baseball pont a másod, harmad, negyed, ötöd virágzását éli ezekben a Covid utáni időszakban. És pontosan arról szól, hogy ugye Padres 3-0-nál lehet Grand Slamet ütni. Normál dobó ellen is. Ez egy olyan pici dolog 15-4-nél, hogy engem nem érdekel. Miért csóválod a fejed? Nem, én csak azt gondolkodom, hogy ez megint egy másik kérdés egyébként, hogy elmúlik-e az idő? Elszáll-e az idő az edzők felett? A emberek nem nézik a fiatal. A fiatalok nem nézik, igen, a baseballt. Azt mondják most, hogy az ilyenek miatt. Miért ne lehet? Én azt gondolom, nagyon sokan azért gondolják egyébként azt, amit a Sankó gondol, hogy akkor ő nem dolgozna egy 70-valahány éves edzővel, mert nem tudja igazán megérteni a mostani fiatalokat, vagy a fiatalabb generációt.
De ugyanakkor én azt gondolom, hogy viszont az idősebb edzőnek van igazán olyan respektje, amitől lehet tanulni tőle. És lehet, persze ez kell, az edző is. Ezt nem challenge-elem. Edzői stáb is kell, tehát hogy úgy állítsa össze az edzői stábot, hogy abban legyen megfelelő korosztályban közelebb a játékosokhoz, aki tompítja esetleg ezt a kérdést, de én azt gondolom, hogy egy edző, akinek letett már valamit az asztalra, az teljesen mindegy hány éves, tud átadni olyan dolgot a játékosoknak, amiből tanulni tudnak. Tök igaz. De az, hogy ebben a szituációban kritizálja a játékosát, azt nem értem. Át tud adni, biztos, hogy nagyon sokat segít a fiataloknak, biztos, hogy azért is tart itt a White Sox, mert ő az edző, és hogy csomó olyan dolgot tud elmondani, amit mondjuk korábbi edzők nem tudtak elmondani, de én ebbe a kérdésben nem értek vele egyet. Tehát 15-4, hagyjuk már játszani a gyerekeket. Ha tényleg, ha azt mondja az ellenfél, nem tisztel meg annyira, mert ő már a következő dobórotációba pihenteti a dobóit, és behoz egy infield játékos, hogy na, dobjatok nekik, és akkor majd a 60 mérföldeseket most vagy elütik, elkapjuk, és akkor miért ne? Hány esélye volt a másik csapatnak a fordításra? Egy? Tized. Egy tized százalék. Tehát egy picit ahhoz tudjuk hasonlítani, mint amikor kosárlabdában, nem tudom, közte 6 pont, van hátra 15 másodperc, felhozza a vezető csapat a labdát, és még dob egyet. Ott ugye az az iratlan szabály, hogy akkor már nem dobsz rá többet. Abból is szokott azért hírig lenni. Igen, persze, hát ez egy iratlan szabály, és mégis van, aki belemegy ebbe, és nem fogadja el, hanem akar még egy kosarat dobni. Nem, itt a kritika az mindig, bár nem nálam van a bölcsekköve, tehát nem tudom mindenre. De a lényeg az, hogy lehet, hogy ez az edző tudja azt, hogy ezt a játékos mivel tudja motiválni. Tehát nem mindegy, hogy a kritikát kikapja. Tehát az, hogy kiadja, meg az, hogy kikapja. Tehát ez abszolút két oldalú dolog, mert olyan kapja a kritikát, aki ez a következő meccsen feláll, és ezt tudja az edző, akkor a kritikát megengedhetőnek tartom. Ha olyan kapja viszont, aki ez negatívan hat, akkor valószínűleg az idősebb edző nem fogja őt kritizálni. Tehát még egy kérdés, ezt nem mert nem vagyunk okay, ott. Okay. Mit mondtál nekem az előbb a szünetben, hogy miért járnak ki az emberek baseball meccsre? Hát mert jól érzik magukat. Nem ami ezt mondta. Ami a szünetben történik, ja, hogy az ott szünetben is marad. Azt mondta, csak mondom, azt mondta, az ütésekre, home runokra, pontokra. Ez így van. Persze. Jó. Hát olyan jót mondott, hogy muszáj elmenni most reklámra, mert megnézzük, hogy mégiscsak nála van a bölcsek követ. Itt van, itt. Kis szünet, és aztán NBA play innen folytatjuk. Ugye, nagyon jó. Folytatjuk méghozzá NBA-vel. Folytatjuk akkor, amikor a hét elején mindig összeírja a Galuska, hogy mik a témák, akkor arra szoktunk általában mi is írni, hogy miről szeretnénk beszélni az adásban. Kornél is írt ezen a héten, aminek mindig nagyon örülünk, és azt írta, ritkán ír. Beszéljünk arról, hogy miért soft az NBA. Miért soft az NBA? Ez most azért ugrott be nekem egyébként, pont a Lakers meccs kapcsán, Lakers Warriors meccs kapcsán, mert láttam egy olyan felvételt, egy olyan képet valamelyik média outleten, ahol szóval láttam egy olyan képet, amikor lehet, hogy ti is láttátok egyébként, amikor a 5 Lakers játékosból 4,5 reklamál. Azért 4,5, mert a 5. játékosnak a fele volt benne a képben. És mind egy olyan kézmozdulattal ment, hogy reklamáltak. És akkor ezen beugrott az, hogy hát akkor ez miért is van? Csak ez volt ilyen? Igen, volt ilyen. Animál! Igen. És akkor erről megint eszembe jutott ez, hogy a liga egyszerűen, és akkor utána ment a gondolat, mehetem tovább, hogy hány játékos ül ki a mérkőzéseket, megy az, hogy nehogy megsérüljenek, ugye Tyronn Lue, aki a Clippers edzője is azt mondta, hogy most nem érdekli senki, ki mit beszél, és akkor ez egy görgött tovább a gondolatban, és ezért írtam ezt, hogy ez érdekelne, hogy... Rendet raknám most. Igen, hát nem, hát érdekelne az, hogy ezt ti hogy látjátok, mert szerintem ez nem jó irány. Soft az NBA, de szerintem attól, hogy mindenki beáll a sorba, picit visszakanyarodunk a Roger Storyhoz, meg amiről az elején beszéltünk, hogy ha a tulajdonos alkalmazkodik, ha körülöttük mindenki alkalmazkodik, ha a játékosok hangja egyre hangosabb, akkor szerintem ez törvényszerű. Ők beszélni fognak. Én tudjátok, hogy én a régi NBA-t nagyon szeretem, amikor sokkal több volt a kontakt. Aha. Amikor ténylegesen megvolt a fizikalitás. És most ez nagyon, nem csak azért, mert több 3 pontos van, nem csak azért, mert nagyon nehéz levédekezni ezeket, de sokkal kevesebb betörés is van. És valahogy nekem az a... Mert értem, hogy a kosárban nem kontakt sport. De valamikor megvolt az a rész, amikor én át akarom szakítani a csávot, és úgy akarom behúzni a gyűrűbe. Tehát
én ezt nagyon hiányolom, és azt, hogy ha már felveszi a pozíciót, ha egy picit rájátszanak, elkezdtek színészkedni, és nincsen szükség rá szerintem az NBA-ben, amikor arról beszélünk, hogy egy non-contact sportban elkezdenek színészkedni a játékosok, és nekem ez pokolian fáj. És most úgy ültem le a mérkőzést megnézni, pont a Lakers-t, hogy na most adok egy esélyt. Uh-huh. És én nagyon kellemesen csalódtam. Nem a fizikalitásban, de abban is. Abban is, igen. Hogy ez egy nem az a szint volt, amit láttam a 90-es évek Bulls-ából. Hát pont, mert ezen a mérkőzésen pont engedték a játékvezetők azt, hogy nem fújtak bele a mérkőzésbe, nem nyúltak bele a mérkőzésbe, és ezért voltak ezek a kézmozdulatok, hogy mi ez, miért nem fújtok falt, stb. És ilyen kézzel fogható volt a feszültség. Éreztem, hogy nagyon sok, tehát azért sok NBA meccsbe bele néztem, és akkor így mindig egy kicsit olyan álmoskás van, de itt meg az volt, hogy nem. Itt végig, így tágulni a pupillával. Ilyen ez a play-in. Ugye? Hetedik meccsek előző hat nélkül, mert hogy minden azonnal eldől. Persze van akinek, aki az MLB-n meg az NFL-en nő föl, annak ez nem olyan nagy sztori, nekünk az. Beszélünk sorban minden mérkőzésről. Arra még felhívnám mindenki figyelmét, hogy van nekünk ám NBA podcastünk, úgy hívják, hogy Eliup, és tegnap beszélgettünk Kornéllal közösen arról, hogy milyen is volt a play-in első két mérkőzése, de főleg arról, hogy kiosztottuk az egyéni díjakat és összeraktuk az All-NBA csapatokat. Ez természetesen már hallgatható, ahogy van nekünk MLB podcastünk is, az Extra Inning, ennek pedig az új epizódja holnap hallgatható, majd a Sport TV podcast feedjén, meg lesz hétfőn Karanténkast, úgyhogy ott is lesz szó nyilván baseballról, NBA-ről vagy NFL-ről garantáltan, úgyhogy a Sport TV podcastjait tessék hallgatni, de menjünk gyorsan végig az eddig lejátszott play-in mérkőzéseken, mert mindegyikben van valami érdekesség. Most tátott szája a figyelmet. Indiana Charlotte, ezzel kezdjük, a keleti 9.-10. az esélyért, hogy megszerezzék a 7. helyet. Kijön a két csapat, és az Indiana ellen LaMelo Ball, az év újonca minden valószínűséggel. Annak ellenére, hogy a képen látható Domantas Sabonisnak nagyon nem megy a dobás az első negyedben, de jön a Pacers, és egy történelmi dobó teljesítménnyel 55,2%-os csapatszintű dobó teljesítménnyel, ugye egyéneknél az 50 már jó, 144 pontot szór a Pacers, egyetlen egy negyedet nem tud megnyerni a Charlotte, és ez egy nagyon-nagyon sima meccs. Igen, ez egy olyan nap volt, mint ahogy lesz majd olyan csapat is, akinek olyan napja volt, hogy nem mennek be igazán dobások, de ez teljesen, én azt gondolom, hogy nagyon jó napot fogtak ki, hazai pályán játszottak, és nagyon akarták ezt a győzelmet. Szerintem a Charlotte lesokkolódott ettől a dobásoktól, még úgy is, hogy ők mindenképpen, én azt gondolom, Sabonisra készültek, hiszen Sabonis brutálisan játszott az utóbbi hetekben, és nem véletlen, hogy neki nem is ment az elején, aztán majdnem tripla-duplát ért el azért a mérkőzés végére. Úgyhogy ez egy óriási Indiana siker volt, így egy lépésre közelebb kerültek ugye ahhoz, hogy a rájátszásba kerüljenek. Ez formaidőzítés egyébként? Tehát itt máshogy időzítesz formát erre a play-inre, és máshogy játszol, mint a normál playoff meccseken, vagy itt mi lehet a különbség? Nekem ez a... Egyrészt én azt gondolom, hogy ebben a szituációban nem túl sok csapat volt, hiszen ez a play-in, ez egy nagyon friss dolog. Tehát igazán mentálisan nem lehet tapasztalatokra építeni. Itt tényleg arra lehet, mint a Csabi is mondta, hogy ez tényleg a rájátszás hangulat, tehát idéző hetedik mérkőzés. De ez all-in, de ez egy all-in meccs. Igen. És hát a hozzáállás és az egész, a játékosoknak az egyéni motiváció ilyen szempontból nagyon sokat számít. Számít az egyébként, bocsabi, hogy több clutch player van lehet a Pacersben? Hát úgy, mint aki így ki tudja hegyezni egy mérkőzésre azt a saját maga szintjét, hogy mindenkinek így klappoljon? Én azt mondom, persze, hogy számít, a tapasztalat az mindig számít. Tehát, hogyha van olyan játékos, aki a több play-offban részt vett, annak a teljesen más egy ilyen szintű mérkőzés, mint aki újoncként keveredik ebbe bele. Lásd ugye Bolt az egyik oldalon, a Charlotte-nál, és lásd a másik oldalon, vagy a Brogdont, aki ugyancsak 21 percet játszott, de az ő szerepe meghatározó volt. Én azt gondolom, hogy ő az utolsó 10 meccsen nem játszott, most viszont játszott, és jól is játszott. A Hornets tehát elbúcsúzott, ők mehetnek nyaralni, az Indiana Pacers pedig ma hajnali 2-kor játszik majd. A 7.-8. helyezettek között játszott mérkőzés vesztesével, mely nem más, mint a Washington Wizards. Ők ugyanis a Boston Celtics-től szenvedtek vereséget, gyorsan erről a mérkőzésről, mert nem mondom, hogy ez volt a legunalmasabb, de sok érdekesség ezen a meccsen nem volt. Az igen, hogy volt egy 50 pontos teljesítményünk, ami semmit nem ér, mert Jason Tatum 50 pontot dobott a Boston Celtics-ben, de
A play-inben szerzett statisztikák se az alapszakaszban nem számítanak, se a rájátszásban nem számítanak. Itt is nagyon sokat számít a mentális dolgok. Egyrészt ugye a Celtics elképesztően készült a Washington ellen, hiába volt viszonylag kevés idejük, hiszen a Washington olyan sorozatot produkált az elmúlt másfél hónapban, ami döbbenet volt, és szerintem egy kicsit befagyott a Washington, a két szupersztár dobó teljesítménye, és az egész csapat dobó teljesítménye a Washingtonnál nem úgy működött, mint mondjuk az Indiánál működött az előző körben, és ez egy olyan tragikusan rossz dobóformát mutattak ezen a napon, hogy szinte az esélyük nem volt arra, hogy... Apropó, tragikusan rossz dobóforma, volt egy Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs mérkőzés, a 9. a 10. ellen nyugaton. Ezen viszont a San Antonionak sikerült a szezon leggyengébb dobó teljesítményét hozni. Említettem az 55,2%-ot a Pacersnél, a Spurs 35,1%-kal dobott a találkozón. Csodával határos módon tartották magukat valahogy meccsben, annak ellenére, hogy már az első negyed közepén 20 pontos hátrányban voltak, de aztán végül a Memphis Grizzlies nyert, és így ők játszanak majd a nyugati 7.-8. meccs vesztesével. Na, ez viszont egy izgi meccs volt a Los Angeles Lakers és a Golden State Warriors között. Nagyon-nagyon hozta, azt hiszem, ez a meccs az elvárásokat. Egy utolsó dobás az, amit meg kell néznünk, LeBron James dobása Steph Curry fölött, amely előtt egy támadással LeBron James szemébe Draymond Green belenyúlt, és LeBron James-t ez olyan nagyon nem zavarta. 100-100 az állás, egy perc, amikor James bedobja idén a legtávolabbról szerzett kosarát. Életében még szoros meccsen vezetésért ilyen messziről nem talált be LeBron James. Nézd meg, Curry, hogy visszanéz. Én azt néztem utána. Nézd meg, eldobja, bemegy, és utána visszanéz James-re. Nézd. És így néz, miért te mi van, haver? Miért nézed a videóimat? Igen, miért dobtál helyemről? Tehát... Kb. Ezt lehetett leolvasni az arcára. És tényleg visszanéz? Wow! Hogyha három gyűrűt láttál, mert belenyúltak a szemedbe, te is a középső céloztad a következő dobásnál? Ezt mondta, ez jó hangzik, de a valóság az, hogy ugye majdnem lejárt a támadóidő, nem volt más választás, el kell dobni a labdát, aztán vagy, és itt az a vagy került a végére, hogy beesett ez a labda. Ez nem volna semmit az érdemeiből. Ez nagyon, nagyon szép dobás volt. Hát ő is azt mondta a meccs után, hogy ezt is elmondta, aha, hogy a gyűrűt el akartam találni, igen, mert láttam, ennyi, hogy le fog telni a támadóidő. Aztán nem is találta el a gyűrűt, vagy csak alig. Na, nekem meg mától ez a háttérképem a telefonomon, mert ez egy akkora fotó, hogy ez egészen hihetetlen. Két dolog még az NBA-vel kapcsolatban gyorsan. Egyrészt, mi lesz ma éjjel Washington-Indiana, és mi lesz holnap éjjel Golden State-Memphis? Én azt gondolom, hogy a Washingtonnak még egy olyan rossz dobóformája nem lesz, és ezért, mint az elmúlt mérkőzésen, ezért mind Billtől, mind Westbrooktól sokkal többet várok, és szerintem ez a mérkőzés lesz nekik az a mérkőzés, amikor nagyon szorosra tudják tenni ezt a meccset. Ugye a Indiana nagyon pozitív és nagyon együtt lévő csapatot jelent most azzal, hogy ezt az első meccset nyerték, úgyhogy én nagyon izgalmas mérkőzésre számítok. És mi lesz a Golden State Warriors Memphis összecsapáson? Hát Steph Curry ellen nehéz tenni. Én azt hiszem, hogy ugye Golden State-ben, tehát San Francisco-ban lesz a mérkőzés, és ott én nagyobb esélyt látok arra, hogy a Golden State fog tovább jutni. Sima. Ha szereted az old school meccseket, akkor a Memphis San Antonio-t kellett volna nézni. Megnéztük Csabival őlopot, és hogy nem, nagyon kevés három pontos született a mérkőzésen, tehát mindent belülről dobtak. És én pont ezt látom különbségnek, tehát az annyira sima meccset várok a Golden State. Elég gyorsan átugrottuk a San Antonio Spurs, tehát nem véletlenül, de azon, hogy gyorsan átugrottuk. Próbáltam visszadobni egy kicsit. Annyit mondanék, egyébként ez a mérkőzés nagyon közel volt, tehát itt nagyon kicsi múlt, sokkal kevesebben múlt, mint ez a 4 pontos különbség, ami a vége lett, mert ott egy-két pozíció volt, amit hogyha a Spurs kicsit helyén lett volna a fejük, akkor ezt a meccset behúzhatták volna. De azért az egy hatalmas nagy bravúr volt, hogy a San Antonio ennyire tartotta, tehát hogy annak egy pocsék forma, tehát DeRozan dobott 5/21-et, DeJounte Murray dobott 4/17-et, pont a kulcsembereik voltak azok, akik totális csődöt mondtak. Mit csinálsz ez után? Tényleg, te vagy a Spurs, merre indulsz a nyáron? Hát DeRozan ez valószínűleg nem lesz már jövőre a Spurs mezben, itt továbbra is kell építeni ezek, továbbra kell építeni a fiatalokra, és ezen az úton kell tovább haladni. Tehát azt mondod, hogy Kuka, DeRozan, és valakit azért hozni kell? Én azt gondolom, még se lehet 20 milliós büdzsével neki menni a szezonnak. Valakit hozni kell, kérdés, hogy ki tudnak hozni, ki fér bele, melyik az a sztár, aki eljön, hogy várjon egy pár évet arra, hogy
ismét a Spurs legyen meghatározóbb. Sankó, fönnmar a cél? Indiana Pacers a Washington Wizards ellen Washingtonban hajnali 2, másnap pedig nem. Hajnali 3. Nem vagyok benne biztos, megpróbálkozom, jó? Overtime? Nem baj, mert vannak ismétléseink is, úgyhogy azokat is megnézheted. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjünk. Köszönjük szépen, hogy ma néztétek a Trash Talkot, és természetesen nézzétek a további közvetítéseket és a további műsorokat is, hiszen mind baseball, mind pedig NBA közvetítések jönnek. Arra felhívnám a figyelmet, hogy szombaton este 17:00 lesz majd eljúp, és 10:30-kor már a rájátszás első köréből adjuk majd a Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks párharc első mérkőzését. Úgyhogy elkezdődik a rájátszás majd a Sporttelevízióban. Szomorú kötelezettségünknek kell még eleget tennünk a műsorunk végén. 65 esztendős korában ugyanis elhunyt Poole Sándor, akit 4-szer választottak meg életében a világ legjobb játékvezetőjének, és aki a Sport TV megalapításától kezdve a Sport TV családtagja volt. Emlékét megőrizzük.